már több mint 20 vesztették életüket Brazíliában a heves esőzések okozta áradások és földcsúszamlások miatt. A hömpölygő ár miatt több mint fél millió család kényszerült elhagyni otthonát São Paulo államban. A helyi kormányzó João Doria bejelentette, hogy 2,8 millió dollárnak megfelelő összegű pénzügyi támogatást nyújt az érintett településeknek. Brazília délkeleti részét az éveleje óta heves esőzések sújtják.